én 24 éves korom óta úgy élek, hogy én tényleg járok erre a világba bicikivel. Én nem bírom felvenni ezt a ritmust, ezt a életet, ami van. Nekem már nincs iskola végzettsége, már nem is lesz. Úgyhogy próbálok úgy élni. Területeket tudok gyorsan beingázni, és nagyon sokszor az jó, meg hát mire gyalogolok, mint egy gyalogkakuk. Nem akarok úgy állni, hogy a többi társam alatt, mind nyomorult, meg nyomorék, rossz véléget, és tarancs az egész. Olyan megszokott látvány lett az embereknek, mint amikor megy az ember az úton, és mindenhol szemét hevel. Hát ezek emberek sokasága most. Ahogy a szemét mellett, úgy az ember mellett. Már megszokott látvány ez. Sajnos. Elsősök voltunk, volt egy ilyen tévésorozat, abban a Pész kapitány volt az a versenyoktós. Azóta én megfogadtam, és mondták a felnőtt emberek, hogy ahhoz mérnöknek kell lenni, tanulni kell, az egy hűségesen nyomtam, én az akartam lenni. Nekem 18 éves koromig bezártan értem. Én azt sem hittem volna, hogy még rajtunk kívül más emberek is léteznek. Olyan szinten zártan értem. 18 éves korom volt rá, amíg annyit érez, de ott csak a központban. Én csak csodálkoztam, hogy ilyen a világ. Általános iskolás voltam, ugye 7. osztály is már volt, jött a pályázás, választás, nagy buzgón, és pilóta leszek. Akkor közölte velem az osztályfőnök, hogy tényleg készez. Hát ez 3. level otthon volt, és volt választási lehetőség, vagy vájárnak mész, vagy lakatosnak. Az meg mi. Hiszek, nem hiszek, az, hogy Isten, az csak egy olyan, mint azt mondja valaki, hogy tündér. Mi az, hogy tündér? Mi az, hogy Isten? Ki ez? Mi ez? Az Isten, te, ő, én vagyok az Isten, ő az Isten. Mi emberek istenek vagyunk. Mi magunk vagyunk alkotóképesek. Az, hogy Isten nincs, te vagy a saját magad istene. Meg az a Isten, aki neked segít, én, mint
barát, vagy teljesen volt idegen, akkor aki elvállal, elsővel vagy a helyzetbe kerül, oda megyek hozzá, segítek, mint embertárs, segítek. Ettől vagyok Isten, ettől vagy te Isten, ettől vagy minden Istenek. Ettől vagyunk az egész univerzumban, mint emberek különlegesek a szervezetünk által. Évtizedes betegsége, hogy nekünk ilyen komoly múltunk van, hogy az öngyilkosság hányad osztályán állásában, hát élen járunk még mindig. A magyar nemzet az nagyon lelkis nemzet, lelki beteg nemzet vagyunk még, sajnos. És egy nemzet, aki nem lelki beteg, mert azt, aki nem tudja, hogy mi ez, mikor valakinek a lelkét, akár egy hazugság, akár egy átverés, egy becsalás, mert amikor már lelket megsérül az embernek, az olyan hatalmas fordulatot vesz a gondolkodásában is, hogy sejkezt magyarul egy hatalmas csalódás éri. Ez olyan, mint a sakkba a sakkmat. És ez, aki gyenge jellem, az belebukik, meghal. Vagy ha nem hal, mert megcsonkítja magát, ami viszont megbűn. Hány kell a salat, ismese. Ez az életnek a lényege. Nem félünk hidegtől, nem félünk ettől, nem szabad megfutamodni semmitől. Ez a lényeg. Gyengék elhúlnak az állatvilágban is. Én nem ismerek, mert a boldogság az nem van a Földön. Az boldogság. Én azt, a boldogságot azt inkább elégedettségnek nevezném. Itt a Földön csak erről tudunk beszélni. Nekem a nagyon-nagyon nagy elégedettség az nem találkozok rendőrrel, nem személykedik rám senki, nem biztosítom senki, nem lát meg senki. Ezt így megúszom, cserébe igaz, hogy bujkálok el közlekednem, és még mindig megállom ember. Amikor az úgy fekszem le, hogy elégedett voltam a mai nappal. Thank you.